Köszöntöm nézőinket! Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, mutatom mai adásunk tartalmát röviden. A kommunizmus Tamási áldozataira is emlékeztek. Gyűjtés kezdődött a háború menekültjei részére. Az éves szakmai munkát értékelték Tamásiban. A fő téma a klímaváltozás kutatás volt. A bajnokság legjobbjai között a tamási versenyzők. Városi megemlékezés keretein belül rótták le tiszteletüket az egybegyűltek Tamásiban, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján. A Vürciskola falán található emléktáblánál Tamási város polgármestere idézte fel azokat az eseményeket, melyek tamási áldozatokat is követeltek. A következő percekben az áldozatok emléke elevenedik meg, tartsanak velem! A kommunizmus áldozatainak emléknapja tiszteletére Tamásiban a hagyomány szerint ünnepi műsorral és koszorúzással emlékeztek az általános iskola falára kihelyezett emléktáblánál, ahol a település polgármestere idézte fel az akkori eseményeket. A kommunizmus országos áldozatai mellett azokra a tamásiakra is emlékeztek, akik először tapasztalták meg a diktatúra igazi arcát. Kálimet András Ellenforradalom Vörös terror, Fehér terror című kiadványában részletesen is olvashatunk városunk történelmének e vérzivataros időszakáról. 1919. májusában a tamásiak is megelégelték a vörös hatalom erőszakos fellépését, azt, hogy elvették a parasztoktól a húst, a lisztet, a zsírt, elhajtották állataikat. Hertelendi Ignác csendőrszázados és Freyler Károly járási tisztiorvos vezetésével fegyvert ragadtak és fellázadtak. Egy kisebb tűzharcot követően rövid idő alatt és viszonylag békés eszközökkel átvették a hatalmat, leváltva a helyi direktórium vezetőit. Az ellenforradalom győzelmét követően közvetlenül Kun Béla adott parancsot a fölkelés leverésére. A 44. Vörös Dandárt, egy dombóvári vasutasokból és pécsi bányászokból álló egységet vezényeltek Tamásiba, hogy rendet csináljanak. A vörösök közeledésének hírére félreverték a harangot, majd a település főterén nagy tömeg gyűlt össze. Rövidesen heves utcai harcok törtek ki. Két védő Budán, egy pedig a Várhegy alatti részen kapott halálos lövést. A visszaemlékezések szerint a felkelők gyengén voltak felszerelve, a vadászpuskákon kívül legfeljebb a vasvillákban bízhattak, ráadásul hiányzott a kellő irányítás, míg velük szemben katonaviselt parancsnokok látták el a vezetést. Az ellenállók végül belátták a helyzet reménytelenségét és megadták magukat. A támadók többségét elfogták, és a mellettünk álló épületnek a pincéjében található börtönbe vetették őket. Közben május 31-én este 11 órakor indult el az első veszprémi Vörösőr ezredtől közel 100 katona, akik másnap hajnalban megérkeztek a városba. Közülük jó néhányan a hírhedt Fabik csoport tagjai voltak, akik már több alkalommal kitűntek kegyetlenkedéseikkel. Egyeseket kínzásokkal, másokat megalázó tevékenységek végeztetésével próbáltak szóra bírni. Június 1-én a vörös különítményesek rövid tanácskozás után minden törvényes keretet mellőzve a felkelés három résztvevőjét, Berta Pál Mészárost, Hőrik Imre asztalosmestert és Madarász József rendőrt halálra ítélték. A nyilvános kivégzést, amelyre ennek az iskolának az udvarán, illetve a templom és a mostani Vürciskola közötti részen került sor, vagyis nagyjából ahol most mi állunk, a Fabik csoport három tagja hajtotta végre, az áldozatokat az akasztás előtt még brutálisan összeverték. A holttesteket elrettentés végett, a kötélen hagyták, fejük fölé vörös táblára pedig a következőket írták, így pusztul el a proletárság minden ellensége. Előző nap golyó általi halálra ítélték és kivégezték Kisalj József napszámost, aki a felszólítás ellenére nem tette le a fegyvert. Elődeink emlékművekkel adóztak a kivégzetteknek. Az 56-os emléktáblánál a múlt eseményeinek felidézése után a tamási és az országos áldozatok tiszteletére helyezték el koszorúikat a város elöljárói és vezetői.
Gyűjtést kezdeményezett Tamási város önkormányzata az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítésére. Az összegyűlt segélycsomagok célállomása a tervek szerint az ukrán testvérváros Tiszapéterfalva lakossága. Folyamatosan érkeznek az adományok a Tamási művelődési házba. A meghirdetést követően összefogadt a város, és telik a művelődési házban kijelölt raktárhelyiség. Tartós élelmiszerek, takarók, matracok gyűlnek a rászorulók megsegítésére. Borga Ferenc polgármester folyamatosan tartja a kapcsolatot Tiszapéterfalva vezetőjével, Oroszi Józseffel. És kérdeztem azt, hogy mire van szükségük ebben a nagyon nehéz helyzetben. Ők elsősorban tartós élelmiszert kértek, emellett matracot, lepedőt, takarót, ágyneműt, ágynemű betétet, hisz a frontvonalból, Kelet-Ukrajnából menekülőket Kárpátalján, a többek között Tiszapéterfalván fogják elhelyezni, illetve már ott vannak a menekültek a településen is, tehát ez nagyon nagy segítség lenne, hogyha ezekből a dolgokból minél többet össze tudnánk gyűjteni, és el tudjuk juttatni majd Kárpátaljára, Ukrajnába. Tamásiak összefognak, és segíteni fognak. Tamásiak és a környékbeli településekről is nagyon sokan kérdezték, érdeklődtek, hogy hogyan, hova, mit lehet hozni. Ugye itt a művelődési központ a gyűjtőhely. Itt ebben a raktárban már gyűlik a tartós élelmiszer, illetve azok a takarók, matracok és egyebek, amelyeket ők kértek tőlünk. Nagyon sok minden összejött már, és azt várjuk, hogy ez a mennyiség megtöbbszörződik a következő pár nap. Reményeink szerint a hét második felében el tud indulni a teherútó. Azt szokták mondani, hogy aki gyorsan ad, az kétszer ad. Telefonon megkerestük Oroszi Józsefet, Tiszapéterfalva polgármesterét. Ő azt mondja, náluk egyelőre nincsenek harcok, az adományok viszont nagyon jól jönnek, mert tízezrével menekülnek az emberek Kárpátalja területére. Pánik az van, nem is kicsi, ezt tudjuk, láthatjuk, tudjuk. Nálunk olyan, mint háború nincs, hál' Isten nincs, reméljük, hogy nem is lesz, de fel kell készülnünk, nekünk a legfontosabb feladat most az, hogy akik jönnek Kelet-Ukrajnából, azokat az embereket tudjuk fogadni és tudjuk ellátni, mert azért még tél van, mert hideg van, meleg helyre tudjuk biztosítani élelmet számukra, mert az viszont úgy néz ki, hogy lesz, nem is kevés. Ruházatból egyelőre nincs szükség Kárpátalján, mert azt az emberek tudnak egymásnak adni. Most olyan termékek fontosak, amikért pénzt kell adni idehaza, valamint amin aludni tudnak a menekültek. Azt a higiéniai cikkekre szintén egész biztos, ami szükséges egy menekült szállásra. Én meg is szerveztük, már ki is ürítettük, bizonyos helyeket kiürítettük, csak azért nagyon gyengén állunk matracokkal és ágyneművel, meg végképp. Mert még valamennyi matrac össze is tudtunk szedni, de ágyneműünk nincsenek, tény is való. Most mi is meghirdettünk egy Facebookon, hogy az emberek gyűjtést, hogy akinek van fölösleges, azok hozzák befele, hozogatnak az emberek innen, és na, de tudni kell azt, hogy nagyon sokan vannak olyanok is, akinek vannak ismerőseik a Kelet-Ukrajnában, azok pedig eleve befogadják azokat az ismerőseket. Ez igaz, van nagyon sok olyan, aki kéri, hogy nem lenne, aki befogadja őket. Nem nagyon tudjuk megszervezni, mert 1000 idegent, tudva levő, nem nagyon senki nem akar a saját otthonába befogadni. Tamásiban arra készülnek, hogy amíg a humanitárius válság tart, folyamatosan segítik majd a kárpátaljai testvértelepüléseken élőket. Ha a családsegítés szolgáltatás elemeit szeretném felsorolni, akkor eltartana egy ideig, mire a végére érnék. Azaz egy biztos, hogy a legfontosabb számukra, hogy a bajban lévő családok életében jelentkező zökkenőket segítsenek megoldani. Persze ezt most nagyon leegyszerűsítettem, de a következő tanácskozáson készített összefoglalónk, ahol a cél a jelzőrendszer és a család és gyermekjóléti szolgálat működésének átfogó értékelése volt, megadja a választ, hogy milyen feladatot is látnak el a mindennapokban. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat évente egy alkalommal éves szakmai tanácskozást kell, hogy szervezzen, ahol az előző szakmai évet értékelik. Erre a tanácskozásra a családsegítők elkészítik a beszámolóikat, minden családsegítő nyilván arra a településre vonatkozóan, ahol ő dolgozik, és erre a tanácskozásra meg kell hívnunk a jelzőrendszeri tagokat, például polgármestereket, jegyzőket, oktatási intézményeket, bölcsöde, óvoda, iskola képviselőit, egészségügyi szolgáltatókat, házi orvos, gyermekorvos, védőnőket, kollégákat, esetmenedzsereket, óvodai, iskolai, szociális segítőket.
és itt az a cél, hogy próbáljuk meg azokat a jellemző problémákat, illetve okokat feltárni, amelyben érintettek a családok, és gondolkodjunk egy kicsit a jövőre vonatkozóan is, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyek segíthetik azt, hogy ezeknek a családoknak a problémáik egy kicsit megoldódjanak, vagy esetleg problémákat meg tudjunk előzni. Tehát igazából a települési tanácskozás egy előző évi értékelés, és egy jövőbeni együttműködést is próbál felkutatni. A jelzőrendszeri tagokat meghívjuk erre az eseményre, és minden jelzőrendszeri tagtól kérünk tavalyi évre vonatkozóan szintén egy beszámolót. Ezek a jelzőrendszeri tagok által összeállított beszámolók, amelyek az elmúlt év tapasztalatait és az esetleges jövőbeni együttműködés hatékonyságának növelésére vonatkozó javaslatokat tartalmazzák, az intézkedési terv alapját szolgálják. Az a célja, hogy jövőbeli szolgáltatási terveket, megoldásokat, különböző alternatívákat szolgáljon, arra nézve, hogy mi az, amivel a munkánkat még hatékonyabbá tudjuk tenni. Vannak jellemző problémák, amelyek visszatérnek. Anyagi problémák azok sajnos nagyon jellemzőek. Annak idején, mikor a gyermekvédelmi törvény megszületett, kifejezett célja volt a törvénynek az, hogy anyagi okok miatt gyereket a családjából ne lehessen kiemelni, ne lehessen kiszakítani, viszont nagyon sokszor a hétköznapi életben az anyagi problémák is oda vezethetnek, hogy a gyermek fizikai ellátását nem tudják megfelelően biztosítani. Nagyon gyakori az, hogy a gyermeknek nincs évszaknak megfelelő ruházata, nincsen tűzifája a családnak, óvodába, iskolába hiányzik a felszerelés, hiányzik a váltóruha. Ezeknek ugye gyakran anyagi oka is lehet, viszont azt is meg kell említeni, hogy vannak olyan problémák, amelyek nem kifejezetten anyagi függőek, például a gyermek fizikai vagy lelki elhanyagolása, ez is sajnos elég gyakran előfordul. Idős emberek körében nagyon gyakori az a probléma, hogy hivatalos levelet nem tudnak értelmezni, nem tudnak egy hivatalos okiratot, dokumentumot kitölteni, nem tudnak egy nyugdíjkérelmet kitölteni, nem tudják a családok, hogy milyen ellátásra jogosultak, azt hogyan lehet igényelni. Tehát lehet, hogy vannak olyan egészségkárosodások, olyan anyagi problémák, olyan élethelyzetek, amelyben alanyi jogon jogosultak lennének ellátásra, csak nem tudnak róla. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében megtartott települési tanácskozáson a jelzőrendszeri tagok képviselői jelentek meg, akik a szolgálat egy-egy területét érintő szakmai beszámolókból informálódhattak az előző évet átölelő munka részleteiről. Még mindig vannak a jelzőrendszernek olyan tagjai, akik nagyon nehezen adnak írásban jelzést, mert félnek felvállalni a véleményüket. Ez alapjában véve még a mai napig is probléma. A beszámoló az egy olyan segédanyag volt, amit minden jelzőrendszeri tagnak elküldtünk a meghívóval együtt. Ez igazából azt a célt szolgálja, hogy mi is egy kicsit az ő szemszögüket is lássuk. Lássuk azt, hogy ők mit, hogyan gondolnak a problémákról, az együttműködésünkről, a családokkal való együttműködésről. És ezek a beszámolók, amiket a jelzőrendszeri tagok nekünk visszajutatnak, ezek alapjai lesznek annak az intézkedési tervnek, amit nekünk a jövőre vonatkozóan el kell készítenünk. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat következő feladata, hogy az összesítés után felállítsa a 2022-es év intézkedési tervét. A Pannon Egyetem a korábbi években egy kutatótábor keretein belül kereste fel Tamásit, amikor a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeit tárták fel. Most egy új projektbe vonták be a várost, amelyről már mi is beszámoltunk. Lehetséges, hogy a további együttműködés is várható még? Rövid összefoglalónkból ez is kiderül. A Pannon Egyetem rektora Tamásiban tett látogatása alkalmával többek között arról a Horizon Európos projektről is beszélgetett a város polgármesterével, amely pályázat a klímaváltozás kutatásáról szólna majd. Az együttműködés a település és az egyetem között már elindult, melyet a pályázat negatív elbírálása sem hátráltathat. A legutóbbi testületülésen döntött a város képviselőtestülete arról, hogy csatlakozunk ehhez a projekthez.
Ez egy nagy lehetőség a város számára, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni a Pannon Egyetemnek és a rektor úrnak, hogy erre lehetőséget kaptunk. Meg kell tudni próbálnunk felkészülni azokra a veszélyekre, azokra a veszélyforrásokra, amit a klímaváltozás jelenthet. Most itt mire gondolok mondjuk Tamás esetében, vagy akár egy kisváros esetében. Itt ez érintheti akár a turisztikai céljainkat, dolgainkat, hisz Tamási város megcélozta a zöldváros címet. 17 hektár zöld közterületünk van. Nem mindegy, hogy ennek mi lesz a sorsa, itt hogyan változik a természeti környezet a következő időszakban. Vagy arra gondolok, hogy a Tamási és környéke kiváló mezőgazdasági terület, a magas aranykoron értékű szántóterületek vannak, tehát azt gondolom, hogy a mezőgazdaságnak, a gazdálkodóknak is fel kell készülni azokra a veszélyekre, amelyet egy klímaváltozás, egy szélsőségesebbé váló időjárás jelent, és biztos, hogy itt az emberi beavatkozásnak komoly szerepe van. Tehát, hogy ezt jobban meg tudjuk ismerni, és fel tudjunk készülni erre, jó lehetőséget terem számunkra ez az együttműködés. Bízom abban, hogy nyerni fog ez a pályázat, és együtt tudunk működni ezen a területen, vagy akár más területeken is, és rektor úr, erről is beszéltünk a riport előtt, hogy Tamás nyitott arra, hogy más területeken is együttműködjön a Veszprém Egyetemmel. A Pannon Egyetem rektora nemzetközileg elismert és ismert klímakutató, akinek a hivatkozásainak a száma a témában több mint 10 000. A Horizon Európos projekt kapcsán kiemelte, hogy milyen fontos ez a kutatómunka, aminek kapcsán aztán tudatosan lehet készülni a klímaváltozás okozta természeti tényezőkre. Ez egy Európai Uniós pályázat, amit reméljük, hogy támogatást fog nyerni, de mindenképpen szeretnénk Tamási önkormányzatával, illetve a régióval együttműködni a klímaváltozás tudatosítása területén. Tehát fő célunk az, hogy az embereket bevonjuk azokba a feladatokba, hogy hogyan lehet a klímaváltozáshoz alkalmazkodni. Ugye a klímaváltozás az sajnos az életünk minden területét érinti, és hát ezt már ugyan sokan megtapasztalhatjuk, hogy azért elég komoly kihívásokat jelent. Erre csak tudatosan lehet készülni akkor, hogyha ezekkel tisztában vagyunk, megismerjük azokat a módszereket, hogy hogyan tudjuk az életünket változó éghajlat mellett is ugyanúgy folytatni. Lehet azt mondani, hogy mi ebben országosan is élen járunk, hiszen egy nemzeti laboratóriumot vezetünk, ugye éghajlatváltozás nemzeti laboratórium, amelyben most már 6 együttműködő partner intézménnyel együtt veszünk részt, annak mi vagyunk a szakmai irányítói is. Hát azt gondoljuk, hogy a mi tevékenységünk eddig is szorosan kötődött a környezethez, és hát az éghajlatváltozás az pedig napjaink kihívása, amelyre hát hiteles választ kell tudnunk adni. Amennyiben sikeres lesz a benyújtott pályázat, úgy találkozhatunk majd az egyetem hallgatóival a városban is. Mindenképpen szeretnénk az egyetem jelenlétét itt Tamásiban nyilvánvalóvá tenni, ami abból áll, hogy olyan programokat szerveznénk, amelyekbe bevonnánk az itt élőket. Ez lehet ismeretterjesztő előadás, lehetnek akár középiskolásoknak vagy általános iskolásoknak szóló vetélkedők, vagy olyan napok, nyílt napok, amelyeken mondjuk ezeket a témákat körül tudjuk járni és tudjuk közvetíteni. Az elmúlt évek folyamán már számos olyan intézkedés született, amelyet a megváltozott időjárásunk hívott életre. Gondolom, hogy aki egy 40 évnél idősebb, az már a saját életében is tapasztalhatja azokat a változásokat, amelyek eddig is bekövetkeztek, és hát a jövőre vonatkozóan azért nagyon komoly változások lehetnek még, amiről ugye általában beszélhetünk. A Pannon Egyetem Horizon Európos projektjének 2 körös elbíráláson kell átmennie, majd a sikeres elbírálás után jöhet a megvalósítási fázis, ami 3,5 évet jelent. A Tamási Koppány Súlyemelő Egyesület szervezte meg a Súlyemelő Tolna megye bajnokságot a Sportok Házában, ahol számos vidéki versenyző mellett a hazaiak is pályára léptek, és a dobogó felső fokán zárták a megmérettetést. 3 egyesület 15 versenyzőjének részvételével zajlott a Súlyemelő Tolna megye bajnokság Tamásiban. Az idei évnek az első igazi felmérője volt a versenyzők többségének, hiszen alapozásból jöttünk, és akkor a felkészülésnek az első állomása volt ez a mai verseny. Összességében azt látjuk, hogy hol tartunk a felkészülés ennek az időszakban.
Hát dolgozunk tovább, és folytatjuk a felkészülést a következő versenyekre. Fenyő Dánielnek lesz 2 hét múlva a Savaria Kupa Szombathelyen. Ott azért kell elindulni, mert a válogatottaknak egy válogató verseny lesz a junior világbajnokságra, illetve a felnőtteknek a felnőtt Európa bajnokságra lesz válogató verseny. Ott fogunk elindulni, de jön az iskolás országos bajnokság majd áprilisban, tini országos bajnokság májusban. Igaz, hogy minden korosztályban van versenyzőnk, de csak 1-2. És igazából az utánpótlás hiányzik, az a 10-12 éves kor, ahol el tudjuk kezdeni a felkészülést, a mozgástanítást, illetve fölmenő rendszerben tudjuk vinni a gyerekeket. Nagyon kevés a létszám, nagyon sok volt a lemorzsolódás, és hát szeretnénk ezen javítani a jövőben. A Tamási Koppány Súlyemelő Egyesület tártkapukkal várja az érdeklődőket, ahol mindent megtudhatnak az olimpiai súlyemelésről. Az ezeken az edzéseken készülő egyesületi versenyző, Fenyő Dániel, a hétvégi versenyen junior 73 kg-os korcsoportban mérette meg magát. Érdekes lett, szakításból kicsit parádésre sikerült a verseny. Az első 2 szakításomat elrontottam sajnos, viszont a harmadik az sikerült 115 kilón. Lökés, az viszont 131 kilón kezdtem, viszont a 240-es az már nem sikerült, de ezen kívül sikerült elvinni mindent. Voltam ott fejben rendesen, nem koncentráltam eléggé. Lökésnél pedig szimplán csak elfáradtam szerintem. Az edzések száma sok mindentől függhet, tudtuk meg a versenyzőtől. Attól függ, ki mennyire tehetséges, meg milyen a genetikája, de szerintem egy heti 3 edzéssel már elég jó lapot össze lehet hozni. A heti 10 órát szoktam edzeni összesen, ez úgy elosztva nagyjából 3 nap, és akkor úgy plusz a kiegészítők, még ugye a hasizom, meg a hátizom, nem csak súlyokkal edzünk. Inkább híznom kéne még, mert 73 kilós súlycsoportban csak 69 vagyok, szóval nem igazán annyira jó. Viszont hát edzés, vagy verseny előtt szoktam is odafigyelni a vacsorára, hogy másnap ne az legyen, hogy aludtak fölkelni, és nem tudok emelni, hanem kicsit visszafogom, és akkor pörgősebb vagyok. Fenyő Dániel verseny eredményével öregbítette városunk hírnevét, hiszen mind súlycsoportjában, mind a férfi mezőnyben a legjobbnak bizonyult. A tamási csapat 3 másik tagja is a dobogó felső fokán végzett. Kocsi Gergő a legkisebbeknél, Fenyő Péter a serdülő, míg Lőrinc Dávid ifjúsági férfi kategóriában bizonyult a legjobbnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!